Sziasztok, üdv mindenkinek itt Nexus, ez itt a Subnautica második része, remélhetőleg a hangom is eléggé hallható. Az első videóban sajnos ismeretlen eredetű okokból a mikrofon úgy gondolta, hogy lehalkítja magát. Várom a visszajelzéseiteket ezzel kapcsolatban, hogy most megfelelő-e. Úgyhogy ugorjunk is fejest a vízbe, és kezdjük el, ha itt ilyen szakadék van alattam. Aha. Kezdjük is el a mi kis seabase-ünk építését. Ugye ezt már múltkor megcsináltam. Ez most jól is fog jönni, mert gyűjtökedni kell titániumot ahhoz, hogy rendesen nagy méretű... Ez mi? Ja, terraformer. Aha, tehát ne, hát egy, nem is kell egy nagyobb méretű bázis, egy kisebb méretű bázis is bőven elég. Mindjárt megnézem, hogy itt raktam-e el titániumot. Ó, bőven. Bőven raktam el, amit most ki is fogok venni, mert ezekre szükségem lesz, illetve kvarc kell majd nagyon sok, mert szeretném a bázist telíteni ablaküvegekkel. Oké. Sajnos ezt csak így lehet áthúzni, tudomásom szerint lehet, hogy a shiftet le kell nyomni, jó van, úgy látszik ez a shift mindenre megoldás. A lítium, ez fogalmam nincsen, ez scrap metal, ez most nem kell, ez se kell, silver ore volt, nem, még egy, akkor lehet, hogy a legutóbbi ez nem is süllyedt el a földbe, hanem fölvettem. Na mindegy, titániumot még viszont csinálunk, mert az mindig jól jön. És lehet, hogy majd kéne valami halat fognom, hogy tudjak enni valamit. Most először nézek valami helyet a bázisnak. Sajnos itt nem tudom, hogy elég nagy ilyen szakadékok vannak, meg mit tudom én, közben fogtam magamnak egy ilyen halat. Hogy fogom a fejét, lol. Meg kéne találni nekem, hogy nincs is túl mélyen, mondjuk ez itt nem lenne rossz ez a rész, csak ez lehet, hogy túl közel van a víznek a felszínéhez. És lehet, hogy jobb lenne egy olyan, ami kicsit így lejjebb van, mondjuk valahol itt. Szerintem ez itt jó lesz. Még van esélye arra, hogy itt majd megtámadnak ezek a vízi sárkányok. Tehát mindegy. Azt mondják, ami kell nekünk, ez a... Ez, amit valószínűleg leraktam, ez a Builder Tool. Úgyhogy fasza vagyok, mehetek vissza. Van még egy hal, de hülyén néz ki. Na. Azt mondja, elvileg ide raktam bele. Vagy hol van? Mi történt ezzel? Terraformer fragment. Na most mi van ez előbb? Nem itt volt a kezemben ez a Builder cucc. Ez gáz. Lehet, hogy még meg se csináltam. Micsoda? Milyen new creature discovered? Hol van? Én fedeztem föl valamit? Lehet, hogy az, amit megfogtam? Vagy lehet, hogy most van valami a vízben, ami valami új. Ami mindjárt így jön, azt így megesz. Amit így nem szeretnék, de mindjárt kipróbálok valamit, fogok egy ilyet. Fölviszem a hajóra. Ez úgyis már halálán van. Ízés szenved itt a víznek a tetején. Aha. Tehát, hogyha felhozom a hajóra, akkor így végül is felfedezem. Kaja nincs, de ez elég baj, hogy csak 80% életem van, és nem tudom tölteni. Hm. Akkor ezeket vissza is engedem a vízbe. Viszont látásra, te is mehetsz a dolgodra. Oké. És akkor még mindig ott tartottunk, hogy szükségünk van egy ilyen... jaj, tudom. Egy ilyen builderre, computer chip battery. Ezt nem vágom, hogy... Tényleg nem építettem volna meg. Hm. Se elem, semmi. Hát jó. Akkor kell kettő darab gomba.
Kvarc is kelleni fog, ha jól rémlik. Úgyhogy ezt mindjárt hajóval fogjuk megoldani. Azonban most olyan sok minden van nálam, remélem 3 darab elég lesz. Mi ez? Miért koppant? És akkor megyünk és keresünk kvarcot. Mert itt már a közelben én úgy rémlik, hogy itt azért elég sokat összeszedtem. Nem nagyon szeretnék, mondom, most van egy kis FPS drop, de olyan, nem nagyon szeretnék olyan helyre menni, ahol ellenfél van, mert féltem ezt a kis hajót. Mi ez a hang? Nyugodjatok meg, nem kell megenni egyből. Na, itt találtunk itt rögtön valamit. Hoppáré, egy kis szaggatás, de semmi baj. Azt mondja, a Seamount Fragment nekem már van, ezt meg most nem viszem el. Te meg menj innen a hajomtól. Hát igen, így ahogy most így fedezem fel ugye a területeket, van rá esély. Ó, az anyád úristen itt lefejelte a hajómat, az a rájaszerű valami. Seamount Fragment, ilyen nem is van. Mi? Ja? Nézem, mi van, egy láthatatlan lett hirtelen a kis hajóm. Bekapcsoltam véletlenül így a láthatatlan módot, vagy mi az isten, nem mintha lenne. Azért lepődtem volna meg. Oké, kettő, nem tudom, azt szerintem kettő elég, de nem vagyok benne biztos, úgyhogy amennyit tudok, fölkapok innen. Szerintem ennyi. És ugye azért jó, hogy itt egyből az oxigénünk az visszaáll. Elég sok itt az ellenfél. De baromira kell vigyázni, hogy ne üssél el ilyen halakat, mert ugye legutóbb, mikor abba hagytam a videót, akkor is nem tudom, hogy kiugrattam a vízből, aztán egy neki csapódott valaminek, már akkor 87%-ra lement a HP-ja. Na, itt vagyok. És akkor... Electronics kell nekünk, elemet miért nem tudok csinálni, copper. Az mintha lett volna itt. Igen. Az... ja. Ezt nem vettem ki. És akkor most megcsináljuk ezt az elemet. Silver ore, szerencsére azom is van. Ha jól emlékszem, van, igen. Ami mázli. Akkor azért még egyszer megnézem, hogy tényleg valójában nincsen nekem ilyen builderem, nincsen. Úgyhogy készítsünk egy ilyet. Mi ez a hang? Lehet, hogy itt halacska belefejelt a hajomba, vagy nem tudom. Oké, egyébként ez a rész is tök jól néz ki, de mindegy. Ezt kinéztük magunknak, itt kicsit mélyebben van, szebb is talán a kilátás. Jobbról-balról. És akkor itt tudunk építeni egyből. Amire szükségünk van, az egy ilyen foundation. És hogy hogyan építsem, azt nem tudom, ez valahogy... Valahogy... Na. Ez így érdekes lesz. És ha így leteszem akkor... Aha. Kicsit följövök levegőért. Valami olyasmit akarok, ami... Hát nem tudom, nézzük meg. Aha. Végül is kivágta itt ezt a részt. És akkor ezt pedig így mellé akarom illeszteni, így. Nagyon jó. És akkor elkezdhetjük építeni az elemeit a mi kis bázisunknak. Azt mondja, legyen egy ilyen U betűvel lehet forgatni. Aha, mondjuk ez egy érdekes lesz. Na mindegy. Csak mert itt teszem az ablakot, akkor nem fog semmit látni, csak egy kődarabot.
Sőt, én ezt nem is így akarom. Hogy lehet ezt szétszedni? Már sehogy. Gyere! Kicsit közelebb kellett menni. Tök jó egyébként, mert mindent szét lehet szedni. Oké. És akkor legyen így. Itt lesz a bejárat. Hopp. Oké. Jöhet ez. Szépen így összekötögetjük őket. Legyen még egy ilyen T alak bennem. Oké, egyébként jó, mert elég sok titániumom van. Remélhetőleg be tudom majd fejezni a bázist. Majd egy ilyen kis parkoló szerűséget fogok még építeni ide. Nem tudom, maradt-e elég. Hát még egyre nem lesz elég, mert jó gondolom, akkor 3 kell. 4 kell, aha. Mindegy, el lehet kezdeni építeni, aztán majd megyünk, szerzünk még titániumot. Szerencsénk van, van itt a közelbe. De mindegy, használjuk a járművet, ha már van. Ezt menjünk el keresni. Ide nem jövök le. Nagyon, nagyon durván körbe vagyok véve. Tehát az abban itt ugye ilyen vízi sárkányok vannak az egyik oldalon, a másik oldalon szintén. Itt is azok. Tehát körbe vagyok véve abszolút. Aha, na ide nem szeretnék lemenni. Ilyenekbe is lehet titánium, ha jól rémlik. Hopp. Ez most kopper, de ezt is elviszem, mert még kellhet. Ebből már be tudjuk fejezni. Ezt már néztem szerintem az előbb is, igen. Az is titánium volt, ha jól láttam. És húzzunk innen, mert ez errefele úszkál. Ha itt is van egy... Mielőtt még elviszi a vízi... A vízi sárkány, ezt fölkapjuk. Hoppá, itt is van egy. Kopperre egyelőre nincs annyira szükség, de ha már itt vagyok, akkor fölveszem. De ezeket is összeszedem biztos, ami biztos, legalább nem fogok újra és újra megállni. Hogyha találok. Melyik nyűszított? Nyugodjatok meg. Oké, úgy tűnik ennyi. Még ezt itt megnézem. Hoppáré. Meg belebagolt a textúrába. Oh-oh, valami itt morog. Jó, az egy titánium volt. Na, visszamennyi! Az anyád úristen itt. Előkapom a bököt. Huha. Szállj már be az anyádat. Oké. Na, ennyi elég lesz elméletileg. És úgy befejezzük a házat. Utána egy radioaktív védőruhát fogunk összerakni. Vagy meglátjuk, hogy még mit lehet építeni.
Na, nekem se kéne nagyon így neki mennem a hajónak. Na, hova építettünk, azt se ártana megtalálni. Ja, itt van. De ezt itt is hagyom. Jó, hát ha még kell, akkor tudom bővíteni. Ennyi végül is esetleg. Úgy jött tudok csinálni. Nincs több titánium, föl kell menni a hajóhoz. A picsába. Jó, mindegy, tök mindegy, már annyit dodgyomeztem vele. Aha, itt van egy ilyen... Aha, itt az energiacella, jó, megfejeltem megint, semmi baj. És akkor titánium. És majd az üveg, az is kell. Illetve kell majd egy generátort építeni, nem tudom pontosan mi kell hozzá, mindjárt meglátjuk. Hát egyet tudtam csinálni. Ez van. Ezeket bedobom ide. Már nem is fejlesztik, úgyhogy mindegy. Hova tűnt a hajó? Itt van. Itt leparkolok kb. Jó helyen lesz. És akkor kell csinálni egy bejáratot. És akkor a generátort nézzük meg, hogy ez mibe fáj. Power generátor, ez az 4 titánium. Ezt már nem lehet forgatni. Mindegy, megpróbálom elrejteni valahova. Mondjuk ide a szélére. Mert ugye nincsen energiaforrás, akkor nem működnek a... Na, egyből ki is világosodott, akkor nem működnek a... De a fabrikátor sem működik. Jó, most nem szaladgált. Mindegy, tényleg elég messze van. Ahhoz képest, ezzel pillanatok alatt oda lehet érni. Kis bázisunk az, amit mindjárt le fogok szerelni. Leszerelem is szépen átballagunk az új bázisunkra. Ezeket már nem lehet kiszedni. Na, így néz ki. Mi kis bázisunk, szerintem tök jó. És akkor vegyük elő a buildert, és tegyük le a fabrikátort valahova. Mit tudom én, mondjuk ahol közel van. Bejövünk, egyből tudjunk craftolni vele. Állj! Állj, stój! Nem ide! És azért nem, mert ide egy ablakot szeretnék építeni. És lehet, hogy előbb azt csináljuk meg. Nem, először a fabrikátort fogjuk megcsinálni, hogy nehogy aztán véletlen elköltsem az anyagot, ami kell hozzá. És akkor itt tudjuk folytatni. Ez a submarine, ez nem tudom micsoda. Oké, mi volt ez? Fragment analyzer, ez volt az. Érdekes, hogy ilyen kis doboz lett belőle. Na mindegy, nézzünk akkor ablakot.
Nincs két üvegem. Nem most csináltam. Értekes, érdekes. Valamihez kellett? Ehhez kellett, aha. Remek. Úgyhogy el kell mennünk kvarcért megint. Na, ne gyere nekem. Nem biztos, de lehet, hogy ezek egyébként újra spawnolnak, mert itt már összeszedtem. Mondjuk most nincsen, de szerintem egy idő után ezeket újra lerakja a játék. Lehet kicsit el kell távolodnunk a bázisunktól. A... Mi a... Itt nem szeretnek minket az a helyzet. Mindegy, eljövök erre, itt még nem voltunk. Valamitől lement a HP-m, nem figyeltem. 80% volt még az előbb. Jaj, radiation, aha. Ez a baj. Tehát mindenképpen egy ilyen védőruhát kéne csinálni, mert... Aha, pont az Aurora anyahajó felé úsztam, ami ugye sugárzó. Ja, itt is. Jó, menjünk innen. Akkor keresek máshol kvarcot. Hopp, itt mintha lett volna. És ahol van egy, ott van a több is. Itt a második. Már majdnem azt hittem, hogy mégse lesz. Na, nyughassatok. Kis lag. Hú, erre mi lehet? Erre nézzünk csak el. Szeretnék találni egy... Itt is van egy kvarc. Szeretnék találni egy ilyen lebegő szigetet. Idézőjelesen lebeg csak. Ha jól tudom, így nevezték el a játék fejlesztői. Mert hogy a vizem van rajta, de tök mindegy. Mennyi helyen van még? Ó, még bőven. Aha, erre van a hajó is. Lehet, hogy megint radiation lesz a vége. Hopp, az mi? Na baszki. Én túl sok minden nem lehet, ez is egy szímút. Radiation-re kell nagyon vigyázni, mert már csak 60% HP, és nem tudom, hogy hogyan lehet tölteni. Na most már erre volt a hajó, arra van a bázis. És oké. Okay. A lényeg, hogy a hajó irányába ne menjünk. Most már azért jó, elég messze elkerültünk a bázistól. Erre nem hiszem, hogy lesz bármi olyan. Hopp. Egyszer úgy fogom összetörni a gépet, ezt a szímutat, hogy belaggolok, aztán nagyon bele fogok menni valamibe. Azért elég keményen kell így a nyersanyagok után kutatni. Goldot is lehet találni. Ugye nem tudom mire jó, majd kiderül. Inventory full. Még valamit kidobunk, mondjuk egy koppert. Azért ezt jó lenne elvinni, és akkor mehetünk is vissza. Menjél már innen. Ez meg mindjárt fejébe csap. Ezek ilyen hajó alkatrészek az Auroráról. Lol. Na. Hoppá. Itt gyilkosság történt. Halálra gázoltam csórikámat.
Hát ez pont egy olyan helyen megy keresztül, ahol nem kéne menni. Jaj, szaggat. És akkor ide még el kell férni annak a nagynak is. Ja, fabrikátor kéne először is. Elég drága egyébként az üveg. Ennyit tudtunk csinálni. És akkor lehet, hogy nem is maradt mi. Mert ez kettőbe került. Ja, hát azért ez kemény. Small storage, aha. Kár, hogy csak ilyen kicsi van. Kéne nekem egy ilyen láda, mondjuk az elég kicsi, megépítem, mert biztosan szükség van rá. Csak tudnám, hogy hova lett. Csak nem beesett. Egy halacska beszorult. Hova lett az a cucc, amit építettem? Ott van. Jó gondoltam én, hogy valahol itt kell keresni. Ez inventory full. Kidobunk. De mi, mekkora hely kell ennek? Anyádat. Csak gyorsan, mielőtt még ez... Ó, ne! Ez kurvára gáz így. Az anyád úristen itt! Tolvaj! Rohadt szemét! Mindegy, én is lopok ám tőletek valamit, nehogy azt itt. Ez itt mi? 30 seconds of oxygen remaining. Hm. A kis szemétláda. Nem baj, szilvert elvittem. Azért még visszamegyek, rohagy meg. Itt is van egy. Ezt is meg kéne építeni, ezt a fegyvert. Igen. Na, ne szórakozzál velem. Elvisszük ide hátrébb, itt fogjuk tárolni ezeket a dolgokat. Te mit művelsz itt? Menj innen! Tetszik ám ez itt, hogy ez itt szórakozik. Az anyád van. Meghalt? Nem halt meg. Na most talán. Elég ilyen zuhanásba kezdett, aha. Na, így szórakozzál te velem. Te sunyi tolvaj. Pakoljunk szépen ebbe bele. Illetve először ezeket... Mi volt ez? Semmi? Jó. Akkor ezeket elkezdem így összeaprítani. Kelleni fog. És így fogom elrakni. Most titánium egyelőre nem kell semmihez szerintem. Jó sokat tudok csinálni. Még többet tudtam volna, az a kis genyó nem viszi el az egyik darabot. Hopp, nem így. Na,
Most bezzeg elfér. Mondjuk jó lenne, hogyha át tudnék azért így menni. És akkor majd több darab ilyen tárolókám, mert ez elég hamar megtelt. Jó. Szerintem ennyi egyelőre. Oké. Na, ennyi lett volna a Subnautica második része. Megépítettük a kis bázisunkat. Következő részben kicsit helyrepofozzuk, illetve körbenézünk itt a környéken, hogy mi minden van még. Legközelebb is várlak benneteket. Sziasztok!